Június végén újra Gyömrő volt a romantika fővárosa. Idén sem hiányozhatott a boldogságkapu, a csoportos házasságkötés, a kívánságlámpás és persze a több ezer helyi és a városba látogató érdeklődő. A fesztivál 4 napja alatt városszerte várták a különböző színes programok a közönséget. Az anyakönyv vezetői szerepben feltűnő polgármester szavaival kezdődött a csoportos házasságkötés, majd a rendezvényt dr. Mezei Attila külön is értékelte kameránk előtt. Hát városunknak egy csodálatos adottsága az a központi főtér és a két túl, amelyik a város központjába helyezkedik el, és erre a kiváló adottságra építettük rá azt a Romantika ünnep nevű rendezvénysorozatot, amely több napon keresztül zajlik a városban, de az egyik főpontja az, amikor például csoportos házasságkötés keretében a párok együtt mondják ki a boldogító igent, több pár is együtt a Tófürdő partján az idei évben. Az elmúlt években a főtéren voltak ezek a rendezvények, most egy kicsit a tó köré vittük át ezeket a rendezvény és programpontokat, illetőleg nagyon-nagyon szép, amikor este például a párok vízre bocsátják az úgynevezett kívánságlámpásokat, és akkor több mint 1000 ilyen kívánságlámpás ringatózik a gyönyörű esti homályba burkolózó tófürdőnek a tükrén. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon szép megmozdulások, szép események, és azt gondolom, hogy városunknak ez is az egyik nagy adottsága, hogy ilyeneket, ilyen programokat, ilyen rendezvényeket tudunk megtartani itt a központban. Csak gyömrőiek vettek részt ezen? Nem, egyáltalán nem kérünk lakcímkártyát, és nincsenek kontrollált beléptetések. Hát ennek is köszönhető, hogy több ezer ember látogatott le szombat este a Tófürdő partjára, és azt gondolom, hogy mindenki, aki eljött ide, az megcsodálhatta városunk gyönyörű főterét, megcsodálhatta a felújított és átépített Tófürdőt. Azt gondolom, hogy nagyon jó rendezvényen vagyunk túl. Vannak a világban olyan tavak, amelyek a szörnyről, a szörnyükről híresek, a Gyömrő pedig a tó szépéről. Erről is legyen szíves mondani valamit, erről a pozitív dologról. Valóban a rendezvény egyik fő programpontja az a regionálisnak, vagy talán országosnak is mondható szépségverseny, melyet a Hankó István Művészeti Központban rendezünk meg évről évre, most már több mint egy évtizede. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon neves és népszerű rendezvénye városunknak. Kiválasztjuk itt a tószépét, vagyis a gyömrői szépségversenynek a győztesét, ezeknek az udvarhölgyeit, és hát haladunk a korral, úgyhogy most már Facebookos szavazással is lehet Facebook győztes szépségkirálynőt választani. Tehát én azt gondolom, hogy minden területen próbálunk olyan újfajta programpontokat bevezetni, ami valóban vonz a látogatókat, és ami azt gondolom, hogy igazán érdeklődésre tart számot, nem csak Gyömrőről, hanem még a környező településekről is, mint az kiderült a mostani rendezvények alatt. Kedves házasulandók! Önök megjelentek Gyömrőváros polgármestere és anyakönyvvezetője előtt abból az alkalomból, hogy egymással házasságot kössenek. Önöket az egymás iránt érzett szeretet és bizalom vezette ide. Azért, hogy hivatalosan is összekapcsolják életüket, és mint férj, és feleség éljenek ezen túl tovább. Önök szabad elhatározásból vállalják a házasságot, egymást tudatosan választva elindulnak az élet útján, mint férj és feleség. A megelőző eljárásban kinyilatkoztatták szándékukat, és a bemutatott okiratok alapján megállapításra került, hogy házasságkötésüknek törvényes akadálya nincs. Ahhoz azonban, hogy ez a házasság létrejöjjön és érvényes legyen, az szükséges, hogy előttünk és az itt megjelent tanúk előtt a feltett kérdésre határozottan, jól érthető választ adjanak. Megkérem ezért a mennyasszonyt, majd a vőlegényt, hogy a feltett kérdésre egyértelmű igennel vagy egyértelmű nemmel szíveskedjen válaszolni. A programsorozat idei kínálatából sem hiányozhatott az operett és musical parádé, a mediterrán és latin vacsora est, a koncertek, valamint a Szent Iván éji tüzes programok. Thank you.